Hajdú Nóra az együtt szakpolitikusa a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Friss hír ez a mini Schengennek az ötlete, ez alapvetően egy holland javaslat, és az az egésznek a lényege, hogy Ausztria, Németország és a Benelux államok alakítanának egy mini Schengent. Alapvetően a balti államok ezen kívül maradnának, tehát Magyarország is, és a mini Schengenen kívüli területeken hoznának létre tranzitzónákat. Ez elképzelhető, hogy ez így megvalósul. Mennyire vehető komolyan ez a terv? Én azt gondolom, hogy ennek a tervnek már csak a hírnek a felröppenése is mutatja, hogy komoly a helyzet az Európai Unión belül. Nem véletlen szerintem az is, hogy a párizsi terrortámadásoknak a következtében ma a belügyminisztereknek rendkívüli uniós értekezletét hívták össze. Többek között szerintem ott is téma lesz Schengen helyzete. Mindenek előtt én azt gondolom, hogy a magyar érdek, a magyar nemzeti érdek az lenne természetesen, hogy Schengen maradjon meg úgy, ahogy van, hiszen a schengeni szerződés és a szabad határátjárás az uniós országokon belül az egyik legnagyobb vívmánya az Európai Uniónak. Az eddigi kormányzati kommunikációt tekintve mennyire volt igazam akkor, amikor úgy konferáltam fel, hogy azért ez kiverheti a biztosítékot a magyar kormánynál, és mennyire érthetnek mondjuk az ellenzéki pártok kivételesen most egyet a kormánnyal ebben, mert ez egy nagyon erős javaslat. Szerintem a magyar kormánynak mindenek előtt kellő szerénységet kellene mutatnia ebben a helyzetben, ugyanis az, hogy a régi tagállamok egyike, másika ilyen gondolatokat, ilyen terveket fogalmaz meg, az többek között szerintem nem csak a terrorhelyzetnek a fokozódása miatt van így, hanem szerintem azért is, mert az elmúlt hónapokban azt tapasztalhatták, hogy az uniós tagállamok egyikében, másikában, jelesül Magyarországban, például nem volt meg nagyon sokszor a szándék arra, hogy uniós együttműködési keretek között oldjon meg olyan komoly kérdéseket, mint akár a menekült kérdésnek a rendezése. Ugye nagyon sokan mondták azt, hogy a menekült kérdés az arról is szól, hogy milyen lesz Európa jövője, és egyáltalán az unió, mint egység így megmarad-e, vagy veszélybe kerülhet a léte, mert ha az egyik alapérték a humánum sérül, akkor onnantól kezdve már az egész Európai Unió megkérdőjeleződik, mint egység. Most viszont, hogyha az Európai Unión belül csinálnak mini Schengent, meg a Schengenen kívül lévőket, akkor az valóban talán így első pillantásra úgy tűnik, mintha már egyfajta széttöredezést mutatna, és egyébként pont azt mutatja, hogy az unió sem akarja már olyan egységesen és olyan humánusan kezelni a kérdést, akár az uniós tagországokon belül sem. Mint ahogy az előbb mondtam, csak ismételni tudom magamat, mindenkinek szembe kell nézni azzal, hogy nagyon komoly problémákkal, kihívásokkal küzd az Európai Unió, többek között szerintem Magyarországnak köszönhetően is. Miközben azt gondolom, hogy a Schengen léte az szerintem nem megkérdőjelezhető, illetve hogyha megkérdőjeleződik, akkor lényegében az az Európai Unió, mint amit mi megismertünk, az nem létezik többé. Azon közben látni kell azt is, hogy amit ön említ, az ma már valóság, hiszen Juncker bizottsági elnök például egy e-heti fórumon már például kétsebességű Európának a létrehozásáról beszélt, ami azt mutatja, hogy szerintem a régi uniós tagállamok között, illetve az elkötelezett uniós tagállamok között egyszerűen vége lett a türelemnek. Azt mondják, hogy azokkal a tagállamokkal működünk együtt, azokkal zárjuk szorosabbra az együttműködést, akik, hogy mondjam, nem csak a kifizetőhelyként tekintenek az Európai Unióra, hanem egyfajta értékközösségként is tekintenek az Európai Unióra, azokkal együtt fogunk mozogni a jövőben is. Azok, akik pedig az Európai Uniónak a szétverésében érdekeltek, azok pedig hát egyfajta peremlétben bennmaradhatnak az Európai Unióban, de a valódi döntésekhez nem lesz beleszólásuk, a valódi döntések nélkülük fognak megtörténni. Szerintem a magyar kormánynak ideje lenne összekapnia magát, és végre beállni azoknak a sorába, akik azt erősítik, hogy az az Európai Unió, amiben mi beléptünk 2004-ben, az abban a formájában maradjon meg, sőt, azt gondolom, hogy a mai geopolitikai helyzet miatt, a terrorfenyegetettség miatt is, még egy ennél is szorosabb és ennél is együttműködőbb Európai Unióra van szükség. Elképzelhető, hogy politikai értelemben most jutottunk el arra a pontra, ami egy fordulópontot jelent, hiszen eddig a menekült kérdés kapcsán nagyon sokan úgy értékelték, hogy a magyar kormány a nyertese ennek, hiszen megvédte Magyarországot, hiszen támadtak minket amiatt, mert kerítést építünk, de lassan most már körülöttünk mindenki kerítést épp.
épített, eddig politikai értelemben a magyar kormány a nyertesének tűnt a folyamatoknak. Viszont lehetséges, hogy most fogja magát megbaszulni az, hogy Magyarország nem akart humánus lenni ebben a kérdésben? Én semmiképpen nem nevezném Magyarországot nyertesének ennek a folyamatnak, mert lehet, hogy Magyarország felhúzott egy kerítést, és sokan, hogy mondjam, úgy tekintettek erre, hogy ez egy jó megoldás lehet, de szerintem a kerítés-építési sorozat, tehát az, hogy más tagállamok is azt gondolják, hogy akkor meg kell húzni a saját biztonsági vonalunkat, az azt mutatja, hogy elkezdett mindenki egyéni megoldásokban gondolkozni, holott ez egy olyan súlyú kihívás egyébként, amit csak közösen lehet megoldani, tehát az egyéni megoldások azok nem fognak eredményre vezetni. Úgyhogy ez az egyik válaszom a kérdésére. A másik pedig az, hogy Magyarország egy olyan milliót teremtett szerintem a kerítésépítés körül, olyan képet festett le magáról a világ közvéleménye előtt, ami semmiképpen nem válik szerintem az országnak és a magyar miniszterelnöknek a hát nagyobb dicsőségére. Úgyhogy én ismételten azt mondanám, hogy szerintem Magyarország negatív példává vált az Európai Unióban, a magyar miniszterelnök ma már az európai szélsőjobbnak és a radikálisoknak a példaképe, a Nemzeti Frontnak a francia tüntetésein, vagy éppen a Pegida tüntetéseken Németországban lehet találkozni az ő fotóival. Nem hiszem, hogy ez azt mutatja, hogy a magyar tekintély, vagy a magyar szakpolitikai tudás előtt leborulna az Európai Unió. Az, hogy alapvetően egy országról külföldön milyen kép alakul ki, nyilvánvalóan befolyásolja az, hogy a miniszterelnök milyen beszédeket mond. Orbán Viktor a parlamentben napi rendelőtti felszólalásában többek között azt mondta, hogy amióta jönnek a menekültek, azóta megnőtt a bűnözés. Adatokkal mennyire támasztható alá ez, vagy éppen mennyire cáfolható? Hát a magyar miniszterelnök előszeretettel idézi Churchillt, és ugye Churchillnek van egy olyan mondata, hogy nem hiszek más statisztikában, csak abban, amit én hamisítok. Szerintem most pontosan ezt láttuk, ugyanis a miniszterelnök a kormányfő által kifejtett tényeknek beállított adatok, azok valójában hazugságok, és ezt én azzal tudom bebizonyítani, hogy a Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal elkészített egy statisztikát, ami azt mutatja, hogy a 2015-ös évben hogyan alakult mind a bevándorlóknak, menekülteknek a száma, és ehhez képest a bűncselekményeknek az aránya hogyan változik. Ez azt mutatja, hogy nincsen összefüggés a két tényadat között, hiszen elképesztő méretekben hatszorosára nőtt a bevándorlóknak, menekülteknek az aránya Németországban, és ezt egyáltalán nem kíséri végig a bűncselekményeknek a száma, sőt, ez szerintem azért egy nagyon figyelemreméltó adat, mert Németország ugye az az ország, ami az Európai Unióban jelen pillanatban legtöbb menekültet fogadja be, és szerintem, ha már Magyarország azt mondta egyszer, hogy ugye Németország számunkra a követendő példa, ez fél évvel ezelőtt mondta, azóta nagyon sokat változott a világ, de én emlékszem ezekre a szavakra, akkor érdemes lenne megnézni azt is, hogy ezek szerint ott pontosan leképezett adatok azt mutatják, hogy pont a ellenkezője történik annak, mint amit ma a magyar miniszterelnök tényként állít be, és arra is felhívnám a figyelmet, hogy teszi mindezt akkor, amikor egyébként is egy patanásig feszült helyzet van egész Európában és Magyarországon is. Szerintem, ha ő felelős államférfi lenne, akkor tenni helyesen a dolgát, hogyha ezeknek a kedélyeknek a lecsillapításában venne részt, és nem pedig az indulatoknak a további felkorbácsolásában. Köszönöm, hogy itt volt ma reggel. Azt hiszem, hogy nyilván ön is, meg mi is itt az ATV-ben folyamatosan fogjuk ma figyelni a híreket, hogy mi történik az uniós belügyminisztereknek az egyeztetésén. Köszönöm. Én is.